Egy rózsaszín penészes, kamamberre emlékeztető kecskesajt, ami innen, ezekről a dombokról származik. A helyszín Erdősmárok, egy apró település Pécstől kicsivel több mint 40 kilométerre Mohács irányában. Az erdősmároki kecskesajt egy olyan férfi keze munkája, aki itt találta meg a nyugalmat, a boldogulást. Ő Ivanics Mihály, aki asztalosból lett állattenyésztő sajtkészítő. A Gasztrokult mai adásában az ő történetét mutatjuk be. Egy családi ház, ahol minden van, ami régen előfordult a falusi portákon, és ami ma már sajnos egyre inkább ritkaságnak számít. Az Ivanics család birtokán vendégeskedünk. Reggel nem sokkal 6 óra után járunk, az első kecskék most érkeztek a fejésre. A gazda Ivanics Mihály ilyenkor már általában túl van a nap első feladatain. Hát én 5 órakor kimegyek a sajtkonyhába, és vagy kiszedem a sajtokat a formából, és beteszem a sóba, vagy ha másnap van, akkor meg kiszedem a sóból a sajtokat reggel 5-kor. És így kezdődik. És akkor utána reggelizek, és jövünk ki, kiengedjük a baromfit, a libákat, csivéket, megetetjük őket, és utána a kecskék jönnek. A fő profilunk azok a kecskék, meg a juhok. Ugye hát a kecskéket, ugye reggel a kecskék megvannak, ki vannak fejve, és akkor közben kapnak abrakot a fejős kecskék, és utána ők mennek a legelőre. Ha sajtot csinálok, akkor apukám viszi ki őket legelni, ha nem csinálok sajtot, akkor én viszem őket ki legelni. És akkor ez megy, és akkor délután is mennek ki legelni, naponta kétszer hajtunk ki velük. 11 kecskével kezdtük a sajtkészítést, amikor elkezdtük feldolgozni a sajtot 2011-ben. Akkor kaptuk meg az engedélyt, és akkor 11 kecskénk volt. Akkor még fönteltünk a hodályba, még nem ez a hodály volt, csak úgy szép lassan minden évben egy picit, hogy engedték a körülmények, kicsit hozzátettünk mindig a gazdasághoz. És most egy két-három éve van kész, úgy mond, hogy kész a gazdaság, most sok minden nem kell már. Ugye nagy beruházások most már nincsenek. Felnőtt állat 60 darab van. De benne vannak az évesek, akik ősszel lesznek, akik két éves korban fognak megelleni. Ugye azok ősszel lesznek beüzetve, és azok is közöttük vannak, ugye. Én szerettem volna mindig is így gazdálkodni állatokkal, de amikor elkezdtük a sajtot csinálni, hát semmit nem tudtunk róla, és fogalmunk se volt, hogy a sajtkészítéshez mi kell, milyen körülmények, feltételek, és az menet közben alakult ki, a saját kárunkon tanultuk meg, hogy mi kell hozzá. Miután végeztek a fejéssel, Mihály édesapjával útnak indulnak a kecskék a közeli dombokra. A következő néhány órát legeléssel töltik. Így eljött az idő, hogy a férfi feldolgozza az eddig összegyűlt tejet. Megcsináljuk a sajtot. Itt készül a sajt ebbe az edénykébe. A tej a kecskéktől az ide jött át ebbe a hűtőbe, ahol már benne van a tegnapi tej, meg a hétfő esti tej.
és akkor azt dolgozzuk ma föl. És ez egy kicsit most hangos lesz, mert közben, amíg hordom a tejet, közben mosogatok is túl, menni fog a mosó is, úgyhogy most egy kicsit zörögni fogunk majd. Jöttek már páran hozzám, megnézték a sajtkészítést, én megmutatok mindenkinek mindent, nagyon szívesen. Nem félek attól, hogy valaki konkurencia lesz, ezért azért, mert kevesen vagyunk. Amúgy is ilyen sajtkészítők, vagy egyáltalán kézművesek, meg hát ez egy olyan munka, hogy ezt nem mindenki csinálja sokáig. De 2011 óta csinálom a sajtot hivatalosan, és azóta már nagyon sok sajtkészítő eltűnt a piacról. 2011-ben én voltam egyedül Pécsen kecskesajtos, azóta minden évben jön újabb, és el is tűnik. Úgyhogy nincs senki, aki marad. Egyedül az Illa Gábor. Az akkor kezdte, amikor én. Ja. Kezdjük melegíteni a tejet. És ha 32 fokos lesz a tej, akkor bekultúrázzuk. Volt egy ilyen csoportunk az interneten, ilyen kecskés csoport, és ott volt egy ilyen lelkes srác, aki szeretett volna kecskét, és akkor egy keresett kecskét, akkor egy-két hónapon belül meg is vette a kecskét, sikerült, örült neki nagyon, és amikor megvolt a kecske, akkor föltette a harmadik nap, hogy hát mikor fogja a kecske megszokni őnáluk, mert állandóan nekeg, és így. És akkor én írtam a srácnak, hogy hát ezt nem a kecskének kell megszokni, hanem neked kell megszokni, hogy kecskéd van. És egy hónap múlva is adta a kecskéket. Úgyhogy hát nem tudom miért nem, hát ez egy kemény meló. Úgyhogy itt kell lenni mindig, fizikailag is, fejben is. Itt volt egy srác, az is kecskét szeretett volna venni, kijött, és hát nagyon szép idő volt, nagyon jó idő volt, és akkor mondom, hogy hát gyere, mit tudom én, délután 2 órára, akkor hajtok ki a legelőre, idejött, kimentünk, és hát teljesen el volt tájolva, hogy hát ez milyen jó, meg milyen klassz életem van, hogy itt kint az állatokkal. És akkor mondtam neki, hát figyelj, mondom, mert én akkor is kijövök, amikor szakad az eső, vagy hideg van, én mindig jövök, és akkor, de hát akkor is ő ezt nem látta, csak azt látta, amikor ugye ott kint voltunk a jó időbe, aztán hát egy ilyen másfél óra múlva mondta, hogy hát ő neki most el kell menni, mert megy keresztelőre. Mondom neki, én akkor is kijövök, amikor keresztelő van, vagy akármi, mondom, nekem mindig ki kell jönni, hogy az állatok egyenek. És ezt nem... Nem mindenki. Még egyszer kint volt egy óvodás csoport, és akkor a szülők mondták, hogy nézték az állatokat, akkor is a csibéket, a kecskéket, vonultak ki a kecskék, kiskecskék voltak, de ez tavasszal volt, és akkor az egyik szülő mondta, hogy hát milyen jó az én gyerekeimnek, hogy mennyi élmény van nekik itt minden nap. És akkor mondtam nekik, hogy hát ez az én gyerekeimnek, ez nem élmény, ez az élet, ez a te gyerekeimnek élmény. Az enyémének az volt az élmény, amikor elment a nagyszülőkhöz Tatabányára, a 6. emeletre, és ott lift elment föl, meg ő ütötte be a kódot, mert azért a gyerek erről mesélt, neki az az élmény. Ez itt nem élmény, hát ez az élet. Nézzük közben, hány fokos a tej. 26 fokos. Amikor kint vagyok az állatokkal, és legelnek az állatok, és csak nézem őket, ahogy legelnek, az egy jó érzés, nem tudom, az egy jó érzés. Hogy abból a fűből, abból lesz tej, meg hús, amit más ember így lekaszálna. Ugye régen a 80-as években, most ugye tavaly voltak ezek a drága szénaárak, meg minden drága volt, és akkor itt az emberek itt abba hagyták, eladtak állatokat, mert hogy drága a széna, drága a körvála, mindenki
ezen beszélt, hogy mennyibe került körbála. És én azt szoktam kérdezni, hogy az 1980-as években mennyibe került egy körbála. Gondolkodnak az emberek, aztán már nem emlékeznek, nem tudják. Hát a 80-as években nem volt körbála. Szekérrel jártak ki az emberek, kaszáltak, és úgy csináltak szénát, és hordták be a padlásra a szénát, millázták föl. A család ugye segített, és úgy volt meg a téli széna a nyáron, meg kaszáltak. A zárok széle, úgy széle, mindenhol le volt kaszálva, kézi kaszával lekaszálták a zöldet, vitték be a teheneknek, és a tejet vitték a tejcsarnokba. És most meg mindenki szénát vesz, és ebből a damilos fűnyíróval múlcsolják le a füvet mindenhol. Ez a része a mosónak, ez nem megy, ezt nekem kell itt pótolni. A kukorica is ugye, a kis háztáidra, akinek voltak tehenek, ugye két, három, négy tehén, sokkal több tehén nem volt itt a faluban az embereknek. Mindenkinek volt kukoricaföldje, nem csak egy darab, és akkor azon megtermelte a kukoricát a baromfinak is, meg a tehénnek, disznónak is. Mentek kapálni az emberek, kapálták a kukoricát. Most más világban, most megvesznek mindent. És ami meg ott van előttük, ugye azt meg elpocsékolják. Mosóval meg vagyunk. A tej lassan készen áll a következő lépésekre. Kétfajta baktériumtőzs van. Az egyik az 38 fok alatt dolgozik, a másik meg 38 fok felett dolgozik ugye a tejbe. Most ugye egy lágy sajtot csinálunk majd, és mezofil kultúrát fogunk használni, ami 38 fok alatt aktívan dolgozik a tejbe, és nyitja meg a tejet, éleli elő. És talán ez a 32 fok a legoptimálisabb neki. Kifejtse a jótékony hatását. Az olaszok azok inkább termofil kultúrákat használnak, ami a 38 fok felett dolgozik, és ők azokat használják, és olyan magasabb hőmérsékleten dolgoznak a tejjel, mint ahogy én dolgozom most. 3/4-8. Akkor ezt 8 óra után 5 perccel fogjuk majd beoltani. Olyan sajtokat csinálok, amiket szeretek, amiket én is szívesen megeszek. És mindig keresem, hogy kerestem azt a sajt ízt, meg állagot, ami nekem jó. És akkor mindig azt csinálom. Most ugye már meg is vannak ezek a sajtok, és most ezeket a sajtokat csinálom. Nem akarok bővíteni, elég ez. Most ott vagyunk azon a szinten, hogy elég talán. Sok sajtunk nincs a pincében, mert elfogy minden éppen, hogy megérleljük, és már el is hagyjuk a piacon, de így munka szempontjából meg elég igazából. Ez a sajtpince, itt térlelődnek a sajtok, itt térleljük őket. Ezek félkemény sajtok, ez a kettő a kemény sajt, ezek meg a lágy sajtok azon a polcon. És ugye a színükből látszik, hogy más idősek. Ezek a hétfői sajtok, ezeket ma reggel ugye szedtük ki a sóból. Két naponta vannak forgatva. Meg hogyha indokolt, akkor le is mossuk őket, mert ugye jön rajtuk penész is, és akkor mosni kell. Tavalyi évben használtam rúzskultúrát a sajtokhoz, azért ilyen színűek a sajtok. Idén nem használtam, de már itt megtelepedett a pincémbe, és hogyha megfelelő a hőmérséklet, meg a páratartalom, akkor szépen kialakul ez a rúzs is a sajtokon, ami egy kellemes ízt ad a sajtoknak, meg egy olyan illatot,
Szoktam mondani a vevőimnek, amikor panaszkodnak, hogy nagyon erős illata van a sajtnak, amikor kinyitja a hűtőajtót, hogyha az én sajtomat valaki beteszi a hűtőbe, az garantáltan minden kellemetlen illatot a hűtőbe el fog nyomni, nem lehet érezni más illatot, csak a sajtnak az illatát. Ott más illat ki nem jön a hűtőből akkor. Nem szeretem az ízesített sajtokat, és én ugye piacra járok, meg ebből élek, de én elsősorban magamnak készítek sajtot, és azt próbálom eladni az embereknek. Ugye ez a sajt majd le lesz mosva legközelebb, és ezek is ilyen rózsaszínűek lesznek. Folyamatosan készül a sajt, úgyhogy mindig tudunk menni piacra, minden hétvégén, mert folyamatosan készülnek a sajtok. Ugye, hát egy ilyen két-három, ezeket a kis sajtokat egy ilyen 3 hétig érlelem. 2,5-3 hét, amikor ilyenek lesznek, hogy már piac képesek. A nagyobbakat, a félkeményeket, azokat meg minimum 4 hétig, és utána kerülnek a piacra. Ez az első nagy sajtom idén. Ezt májusban csináltam, és ez augusztusban kerül majd piacra ez a sajt. Ez a testvér, ez egy pár héttel fiatalabb. De most ugye elviszik a kis sajtokat, a látsajtokat, meg ezeket a félkemény sajtokat, úgyhogy nem tudok most ilyen nagyokat csinálni még. Most még választunk le majd gidákat, a bakok elkerülnek, akkor több tej lesz, a kis bakokat leválasszuk, akkor több tej lesz majd. A sajtmonstrának egyelőre vége, folytatni kell a munkát, a tej megalvadt. Mihály az alvadékot felvágja egy sajthárfával. Ugye itt a sajtkészítésnél az határozza meg, hogy milyen fajta sajt lesz, hogy az alvadékot, azt mennyire szárítjuk ki, mennyi víztartalmat hagyunk neki, és az attól függ, hogy milyen fajta sajtunk lesz nekünk, és ezt a víz kibonását az alvadékból, ezt az alvadék méretével, az utómelegítéssel, az alvadék melegítésével, meg hogy mennyi ideig kevergetjük, ez határozza meg. Kevergetjük az alvadékot, hogy ne álljon össze, és hogy adjon le savót, még a víztartalmát adja le még jobban, de ezt még egy kicsit föl kell vágni, egyszer még meg kell, mert vannak még nagyobb darabok benne. Ezt most kevergetjük, utána lemerünk egy kis savót róla, és rakunk hozzá vizet, abban egy kicsit a tejcukrot kimossuk belőle, és a sajttészta ezáltal egy picivel ilyen rugalmasabb, lágyabb lesz. Ebéd után akkor van egy kis sziesztázás, akkor van egy kis pihenés, és délután megyek kilegeltetni velük egészen 6 óráig. 6 óra, fél 6-kor jövök be, és akkor a fejés, és akkor utána a fejés után mosogatás, és utána van vége a napnak. Addig azonban még sok a feladat. Mihály az életét az állatok és a sajtkészítés ritmusához igazította, míg a szabad idejében is főként ezek töltik ki a gondolatait. Télen, amikor már nem fejünk, meg nem készítünk sajtot, csak legeltetünk, meg a ház körül munkákat csináljuk, korán beszorulunk este, mert ugye hamar sötétedik, akkor meg szoktam nézni a francia, meg olasz videókat a YouTube-on, ilyen sajtkészítésről, svájci videókat, spanyol videókat, hogy milyen sajtokat csinálnak. Vagy ugye van ilyen sajtos könyvem, nézem benne a sajtokat,
olvasok róluk, és akkor megnézek egy filmet, hogy hogyan készítik azt a sajtot. És akkor lehet, hogy tavasszal próbálom csinálni. Meglátjuk. Most van egy, hozott egy srác, az rendel külföldről sajtokat magának, és hozott kóstolót, egy portugál sajtot hozott, és akkor megkóstoltatta velem, amit ilyen kézműves sajt, és bojtorjának a termésével oltják be a tejet. Azt megnéztem videón, azt majd szeretném megpróbálni elkészíteni azt a sajtot. Na, az egy kísérlet lesz majd. Hát ugye, mert vannak növények is, amivel be lehet oltani a tejet, csak hát ezeket már kevesen ismerik. Ugye van ilyen beszédes növényünk is, a tejoltó galaj. De hát ugye azt egy kísérletezni kell, hogy mekkora mennyiségű tejhez, mennyi mekkora adag növényt kell beletenni. Most ezt a bojtorjánt, ezt láttam videón, hogy beletették egy ilyen rongyba, és azon szűrték át a tejet. Azon szűrték át a bojtorjánon, szűrték át a tejet, és úgy megaludt. Hát most már lassan van ez a termése neki, megpróbálom majd egy pár liter tejjel, hogy mi lesz belőle. De ez egy érdekes dolog lenne, ebben kiállni a piacon, nem hiszem, hogy sokan használnak ilyen növényi természetes oltókat. Most lemerünk egy ilyen 20% savot, és utána vízzel visszapótolunk valamennyit, átmossuk az alvadékot, és abban a vízzel melegítjük föl 35 fokra majd az alvadékot. A tejcukrot mossuk ki a víz hozzáadásával. Krémesebb, puhább lesz az alvadék, meg utána a sajtészta is, amikor már elkészül. Amikor az alvadék eléri a megfelelő állapotot, már csak bele kell merni az előre oda készített formákba. Mihály szereti a maga útját járni, ez alól a sajtformák sem lehetnek kivételek. Ezek ilyen frigós, mikrós edények, én forogattam ki őket, ezt még amikor kezdtünk sajtot csinálni, akkor hát olcsóbb volt, mint a sajtforma sokkal, és akkor inkább itt vacakoltunk a fúrással. De praktikus, mert van teteje, forgatás szempontjából könnyen lehet forgatni őket majd. 2 órakor majd bekerülnek a pincébe a sajtok, addig itt maradnak az asztalon, és sajtformával együtt bekerülnek a pincébe 2-kor. Ott még egyszer este meg lesznek forgatva, és holnap reggel kerülnek a sófürdőbe, ahol 1,5 órát lesznek. Félkemény sajt, egy nagy félkemény sajt, meg a lágy sajtok, amiket ma csináltunk, az a lágy sajt, már érlelt kész változatba. Ez a szögletes, ez már egy 1,5 hónapos legalább, ez már egy egész intenzív ízű sajt lesz. Jó, akkor a félkemény sajtot kóstoljuk meg. Hát az állagot, az egy hasonló állag legyen, ilyen puha. Amikor kézbe veszed, akkor van egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen ellenőrzés, nézni, hogy mit nézel meg rajta először, hogyan haladsz, hogy ez megfeleljen a te elvárásaidnak? Nem tudom, ezeken már így nem gondolkodom, hanem így látom, hogy mikor jó és mikor nem így. Hát ez már egy jó sajt. Ugyanaz a sajt egy hónappal később már így néz ki. Ez a rózsaszín erdős-mároki kecskesajt.
Egy rúzskultúra legyen brevi baktérium, legyen baktérium törzs, ami a sajt felületén dolgozik, ha megfelel a hőmérséklet, meg a páratartalom, és akkor ott ilyen szint ad neki, meg egy kellemes ízt is, aki szereti az ilyen vízesebb sajtokat. De hogy ezt már nem rakott hozzá, hanem ez... Nem, ez benne van már a pincében. Idén nem használtam. Volt azelőtt is a pincében, de tavaly használtam is, a tejben mindig raktam a nagy sajtokhoz, és idén már ugye kialakult a pincében, már benne van a pincében. És ha mosogatom egyik sajtról, mosom át a másikra ezt a kultúrát. A kecskék időközben visszajöttek a délelőtti legelésről. Délután újra kimennek majd, de addig is a ház közelében sziasztáznak. Mihály körül mindig is voltak házi állatok. Nem tudom, hát igen, az állatokat igen. A sajtozásról nem tudtam semmit. Azt nem tudtam, hogy ennyi minden kell. Először, amikor megkaptam az engedélyt, ahogy belépünk a sajtkonyhába, csak az a helység volt, meg ott dolgoztam fel. Ott volt egy kis, még a mennyezeten látszik gipszkartonban volt egy kis raktárhelyiség, ahol benn volt egy hűtő, de aztán rájöttünk, hogy az nem elég. És akkor bővítettünk, és minden évben hozzáraktunk egy kicsit, és akkor a végén ugye, hát már a pincét is meg kellett csinálni, hogy tudjuk élelni a sajtokat. Hogyha nem akarok gomolyával, meg ilyen fokhagymás friss sajtokkal kiállni a piacra. És akkor így mindig egy kicsit hozzátettünk. A ház melletti telken élnek a kecskék, a juhok, a lovak, egy szamár, és persze a már látott szárnyasok. Pár száz méterrel odébb van egy másik terület. Itt vannak a bakok, a tenyészbakok, meg a tenyészkosok, meg egy-két növendék is van még. Gyere, Pepe, gyere, Pepe, gyere! Gyere, Pepe, gyere, Szárcsa, gyere! Vil, gyere, gyertek! Szép környezet, jó időjárás, állatok, a vidéki idill illúziója. A valóság a kemény fizikai munka, a megszerzett rengeteg tudás és tapasztalat folyamatos alkalmazása és a 24 órás készenlét. Nem való mindenkinek ez az életforma. Van egy réteg, aki szeretne így élni, és így is él, de kicsi. A többség az nem, mert ugye ez lekötöttség, hogy állatok legyenek, mert itt minden nap, ugye ha az ember bárhova is elmegy, mondom, a feleszének mindig ott kell lenni a gazdaságon, hogy mi történik, mi van, mindig ott kell lenni. Bármennyire is kemény élet ez, az egészen biztos, hogy Mihály megtalálta a számítását, és jól érzi magát ott, ahol van, mindazzal a munkával és felelősséggel együtt, aminélkül ez nem is működhetne. Ha elmegyek nyaralni, ott is mindig az agyam a gazdaság. Jó elmenni, de mégis azért mindig itt az agyam. Meg volt egy olyan, amikor munkahelyem volt, akkor volt az ember, van az embernek az idejét, akkor van egy számunk hetes ciklus, és akkor hét napból ötöt a pokolba kívántam, mert főleg a vége fel, amíg munkahelyem volt, mert nem éreztem jól magam. És amióta ugye itthon vagyok, az állatokkal, a gazdaságban, most is vannak szamár, menj innen! Na, menj már el! Most is vannak olyan napok, amikor nehéz, de nem egy héten öt nap, hanem mondjuk egy évben három vagy öt nap, egy évben van öt nap, amikor pokolba kívánja az ember az egészet, meg elege van, meg minden, de mégsem egy héten öt nap.